Sziasztok, Mayer Gábor vagyok, ez itt a Call Center Farkasi Podcast 61. adása, itt vagyunk Erikkel. Sziasztok! Az adásban pedig egy nagyon érdekes témát fogunk bontogatni, ami, hogy miért is fontos, hogy mondjuk trendekkel haladjunk a mai úgymond felgyorsult világba, szóval ugyebár utóbbi években és utóbbi 2-3-4 évben is rengeteg minden, ami megváltozott körülöttünk, és ezek a dolgok, ezek, hogyha nem figyelünk rájuk, akkor a krámát mellettünk a világ is, és le tudunk maradni mind emberileg, mind a fejlődésben, ugye, meg mind le tudunk maradni cégként is, úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy haladjunk a fejlődéssel, és ha beszélünk arról még, hogy ugyebár a cég szempontból is rengeteg cég a mai világban is úgymond nem változtat semmit, szóval, hogy azt hiszi, hogy ha 20 évig már működött így, mindenféle marketing nélkül például, akár legyen szó lead generálás, hírekhívás, akár legyen szó online marketing, bármilyen fajták, ők nem működnek, nem, még nincs soknak még weboldala se, nem megy, azért megy, mert vannak munkák. De ha pont olyan időszak van, amikor nem fog menni, vagy már arra igényes a piac, hogy én inkább egy olyannal végeztetem a munkák, hogy van egy weboldalja, van legalább egy normális TikTok csatornájuk, ha nincs is fent YouTube-on, akkor legalább TikTokon legyen fent, vagy fenn van a LinkedIn-en, ott aktív, ha ilyen alapdolgok nincsenek meg, akkor már például én csak úgy választok céget, de szerintem te is úgy, Erik, hogyha valamit így van. akarsz, hogy előtte leellenőrzöd. Hogy ellenőrzöd ezt a céget, ahol nincs fent sehol. Szóval ez nagyon fontos, hogy ezek legyenek meg, haladjunk a trendekkel, ezek már nem mai trendek, szóval ezek régóta, de mindig lehet mind változtatni, mindig lehet mind javítani. Helyileg amúgy itt vagyok most egy új helyszínre, innen a keresztapának a foteljából jelentkezek be, úgyhogy itt Corleone. a Corleone, így van, innen kilérni bő, úgyhogy ez ilyen lejjebb van. Most egy 5,5 órát jöttem így vonattal, így Dublinbe el kellett mennem, ott voltam egy 2 órát, és aztán onnan egészen ilyen, ilyen irányba, a szigetnek a legaljából jöttem fel, jöttem le, és itt vagyok most egy 8 napot, és jövő héten hétfőn pedig majd a következő podcast adásunk lesz, majd a jövő héten Erikön forgassuk, akkor meg már Galway-ban leszek. Erik mondta egy sírnek a számát, itt ott játszolik ugye már Így van, igen. a Galway-ből, és akkor oda megyek majd jövő héten, ott 1 hetet leszek, és egy nagyon szuper hostel találtam, mert úgy volt, hogy Waterfordba megyek, viszont Waterfordban van képzelre az, hogy nagyon nagy esőzések voltak, és korba is, de Waterfordba is, és nagyon nagy hát esőzések, a utcán is áll a víz sok esetben. Aztán beszéltem a hostellel, és mondom akkor, hogy velük hogyan miképp, azt mondta a csáv, hogy minden rendben, de ez a hostelnél éreztem, amikor lefoglaltam, hogy nem biztos, hogy arra kéne mennem. Aztán lett az esőzés is, plusz csávó, kétszer beszéltem, kétszer nem tudott köszönni, mert írásból, de nem tud köszönni, tudod, szóval, hogy ez egy alap intelligencia, még hogy Angliában is van szó, vagy bárhol, szóval, hogy akkor mondta, aztán így mondta neki, hogy akkor offolom a sztorit, aztán Galway-ben találtam egy, ugye ez 50 euróval drágább, de viszont sokkal, de sokkal jobb, és ott még szerveznek túrákat is, például az a Moher Cliffhez, ami a egyik leghíresebb egész Írországban, az egy gyönyörű, rengeteg értékelés van, hogyha beírjátok, oda szerveznek ingyenes túrákat, meg még két másik helyszíne is, szóval, hogy vannak ilyen hostelek, akik például egy ingyenes ilyen busztúrákat szerveznek, vagy úgy tudom, hogy ingyenes, de ha még kell érte fizetni, akkor is megéri, mert legalább együtt voltak a hostelben, mentek el többen is, szóval, hogy nagyon sok minden benne van a reggeli, ami ingyenes, szóval, hogy mindig meg kell nézni, hogy ilyen hostelekben laksz, ugye be több emberre, akkor igen. mik a opciók. De viszont erről is fog beszélni, van a rész a mai beszélgetésnél, hogy ott is, hogy például kiköltözöl, akkor mire érdemes figyelni, vagy mit figyel akár magaddal, szóval pár ilyen extra tippet is majd mondok, de kezdjük is el akkor, majd abból fogjuk a Erik fogja majd kezdeni, úgyhogy kezdjük is az intro után. Oké, rendben, akkor ugye itt első ilyen kérdés, amit így összeítünk, hogy mikortól is tapasztalható ez a, így a felgyorsulás, ugye ez inkább szerintem, legalábbis a én személyes tapasztalatom az, hogy amikor volt a Covid, akkor utána egyre több cég lényegében rá kellett állni arra, hogy akkor főként így embereket úgy szólítsa meg, hogy így a szociális médián keresztül, akár a Facebook, Instagram, TikTok. Ugye a TikTok meg a Instagram is akkor futott fel még jobban. Azelőtt is voltak a cégek jelen fent ezeken az oldalakon, de nem adtak akkora hangsúlyt ezeknek a használatának. Ugye az egésznek a lényege az volt, hogy emberek otthon voltak, lényegében hogyan is szólítsuk meg őket. Mostan üzletekben nem járnak, kijárási tilalom volt, és így tovább, de emberek ugye jelen voltak, online voltak,
és akkor lényegében erre sok cég nagyon rátért. És lényegében, hogyha erre nem tértek volna rá, akkor le is húzhatták volna a rolót, vagy éppen nagyobb cég felvásárolta volna őket, akik lényegében ezt már korábban is csinálták, és egy piaci lehetőséget láttak ebben is. És szerintem onnantól számíthassuk azt, hogy ez a digitalizáció, illetve ez a felgyorsulásnak a kora. Ugye sok esetben a cégeknél akár az, hogy a irodába bejárás, vagy épp egy ilyen munkába járás idézőjelben, az is egyre jobban megszűn, mivel már ez is átvonult a online térbe. Ugye megbeszélések, akár így a csapat megbeszélések, tárgyalások, ezeket is már idővel a cégek átvitték a Google Meet-re, Zoom-ra, vagy akár a Microsoft Team-re is, és ebben ezt is bevezették nagyon sok helyen, és mivel bevezették, és emberek ezt már úgy idézőben megszokták, és jó volt nekik, hogy otthonról dolgoztak, vagy ilyen hibrid munkavégzés volt, hogy akkor 3 nap otthon, 2 nap cégben, vagy épp fordítva, és nagyon nehezen tértek vissza rá az egészre, hogy újból be kell menni, újból utazni, oda-vissza, ott Ki kellett lenni, lépni egy a emberek. Igen. komfortzónába, és aztán úgy már megszokták ezt, és ma is Igen. egyre többen így azt preferálják, hogy otthonról dolgozzanak. Pontosan, pontosan. Ugye a jót azt meg lehet szokni, és nyilván ez sok cégnél rájöttek, hogy hatékonyság szempontjából is jó, másik szempontból pedig, hogy nincs is annyi költség, nem kell fenntartani egy irodát, nem kell fenntartani irodahelységet, és ezáltal akkor a kollégák is otthonról tudnak dolgozni. Sok esetben, ha otthonról is dolgoznak, akkor fókuszáltabban is tudnak. Ez megint az én személyes véleményem, persze ez is attól függ, hogy ki milyen személyiség, valaki jobban szereti az emberekkel való, úgymond fizikai kapcsolatot, és úgy együtt dolgozni valakivel, tényleg van egy kávészünet, van egy ebédszünet, és akkor beszélnek közben, de valaki pedig úgy érzi, hogy sokkal fókuszáltabban, sokkal hatékonyabban tud dolgozni, így otthonról, és szerintem ez sok cégnél is rájöttek így a felső vezetők, hogy ez a cég számára is előny, és nyilván ezért is így átadódott az egész Igen. céges folyamatok így online térbe, és szerintem most már ez nagyon nem is fog úgy visszatérni, hogy amilyen, hogy Reméljük, hogy nem fog, ugye. gyártósor, vagy a többi van, ahol szükséges tényleg, hogy az emberek bemenjenek az adott cégbe, az érthető, hogy az továbbra is ott lesz, de ha veszünk egy IT céget, vagy veszünk egy olyan céget, akik marketinggel foglalkoznak, tökre jó tud szerintem úgy működni, hogy lényegében otthonról vannak a kollégák, online működnek, persze biztos, hogy kell csapatmeeting, hogy személyesen is találkozzanak, és ott is úgy megismerjék egymást, de így is sokkal hatékony tud lenni, illetve ezáltal a világ is így a cégvezetők, vagy akár emberek fel is meg tud nyitni, mert nincsenek lekötve egy helyre, hanem éppen bárhonnan tudnak dolgozni, maguk be tudják osztani az idejüket, és ezáltal a cég is hatékonyabban tud működni. Pontosan, és még azt hozzá is tenném ehhez a részhez, hogy egyre több cég ezt alkalmazza, szóval, hogy be is vezették ezt, és tényleg kitartanak is az emberek, és ha megnézed, sokkal hatékonyabb tudsz lenni. Ehhez egy extra tip, hogyha például neked be van osztva, amit én is magamban nagyon tapasztaltam, hogy főleg így a Covid óta, hogy mindig be van írva a naptárba, hogy mikor mit csinálok, és pontosan mit csinálok, például fél órába osztásra, egész nap be van írva, és ezt te is így csinálod, Erik, és be Igen. van írva, hogy mikor mit csinálok. És például tudom azt, hogy ebben az esetben akkor én ezt elvégzem biztosan, mert oda be van írva, szóval, hogy valakivel lenne megbeszélése, ma is csináltam utánkövetés, ebédszünetem volt, ugye voltak ezek a, volt egy gyakorlásom pontosan, és akkor szépen megvan adva, mikor van meetingem, például mikor forgattam a YouTube videót, és akkor be van írva, célírás, hálaadás, ezeknek a írás, a podcast, ugye lesz egy adminisztráció, szóval be vannak írva mindig folyamatosan, akár este lefekvésig, szóval a teendők is, mondja például Netflixen mindig szoktam nézni valami sorozatot, hogy ott is teljesen angolul, és akkor is fejlődik az angol tudás, nézek most így angol videókat például, vagy este olvasok, ugye, be van írva, hogy mennyi időt mivel töltök, és előre meg van határozva, hogy ezt betartom, és pontosan, hogyha az 16.45-kor kezdődik, akkor 16.45-kor azt csinálom. Ha megcsúszok egy 15 perce, akkor megcsúszok, akkor átvariálom azt a részt, de mindig lehet, például ma is voltam meeting, ami elmaradt, akkor betettem oda például a YouTube videót forgatok, és azt forgattam. Szóval ezt nagyon egyszerűen meg lehet csinálni, és hatékony tudsz ezáltal lenni. Dolog, hogy ehhez alkalmazkodsz, és nem kell attól félni, hogy a munkatárs, hogy nem lesznek hatékonyak lesznek, meg rengeteg ilyen program van, amivel ugye már tudom mérni a teljesítményeket.
És a világ is jobban kinyílt, szóval ez is egy nagyon fontos, hogy lehetőség van nagyon sok mindenre. Régebben is volt lehetőség akár erre a digitális nomád élesstílusra, de most még több lehetőség van. Szóval, hogy annyi technikai eszköz a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogyha neked a nem egy gyárod van például, nem nagy kereskedő vagy, hanem egy szolgáltató vállalkozásod van, akkor szinte bárhonnan tudod végezni a munkát. És különösen javaslom azt, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, mindegy, hogy most van egy gyereked, vagy nincs, de hogyha tényleg ez nagyon ajánlatos, hogy pont a Wolf Gábornak láttam egy interjúját Óra vesz Nórából, még egy éves interjú valahogy, és ott például Nóra az már ilyen életében ötször is váltott így szakmát, és totál mástól kezdett el foglalkozni, és például volt úgy, hogy kiment, dolgozott fél évet Vancouverbe, Kanadába, kiment, és mondta, hogy ha nem tudom, 2 hónap alatt meg tudja csinálni azt a pénzt, akkor kimegy. És akkor fél évig össze is adta rá a pénzt, 2 hónap alatt, és ki is ment. És kiment, és már mondta, hogy megtakarításokhoz nagyon hozzá, nem teljesen külön új zsebből kell behozni. Be is hoztak, és aztán utána kiment fél évig, és fél évig onnan dolgozott, és megismerte a Máté Gábort, ugyebár az egy nagyon híres író, megismerte őt is, meg több embert is, és akkor így rengeteg kapcsolatot ott is kiépített, és onnan ott ér fél évet, ér Lisszabonba például, Portugáliába. Szóval, hogy annyi lehetőség van, most egy ilyen TikTokos illetőt láttam, aki ő meg most például most Balira megy ki egy hónapra, onnan fog egy hátizsákkal, ő is onnan fog lényegében dolgozni. Én ugye most kijöttem ide 7 hónapra, szóval annyi lehetőség van, mert ha elérsz egy bizonyos szintet, és nem kell hozzá hatalmas szinteket elérni, simán, hogyha már havonta egy 1500-2000 eurót, de inkább 2000 eurót, ha havonta már valaki realizál, abból bőven-bőven már tud élni szinte bármilyen, bárhol, még akár külföldön is. Oké, egy Amerikából, hogyha New Yorkba akarsz élni, ott azért Ha több megint kell más, hozzá, igen. megint más, de hogyha egy Vancouverbe simán azért tudsz élni, vagy akár Ausztráliába is néztem például, pont már például oda is majd valamikor akarok a évekbe menni, hogy akár egy 2-3 hónapra kimenni, ott például néztem 1 hónapra ilyen 900 euró a hostel, ami itt például ilyen 1000-1100-ba jön bele egy hónapba, ott 900 euró, és Ausztráliáról beszélünk, és Sydney, és a központ, szóval 900 méter a központról. Szóval, hogy és egy hostel, fullos komoly hostel, és annyi persze kaját ott is veszünk, de ennyi. Szóval, hogy annyi, és oké, repülőjegy például 750, vagy 400, 1400 euróra vissza Londonból például. Szóval, hogy nem, és egyszer át kell szállni Dubajba, és nem sok, ha úgy Az veszed, meg kibírható és meg kibírható. Dubajban. Szóval, hogy igen, ott meg el vagy, szóval, hogy ott átszállsz arra pár órával, és aztán ott tudsz addig lenni, de hogy annyi lehetőség van tényleg a világban, hogy tudjunk menni A-ból B-be, és bárhol tudsz dolgozni. Szóval engem ez így régen nagyon elutasítottam ezt a részt, de nagyon most már megértettem, főleg amit itt is vagyok, hogy mennyire fontos az, hogy lehetőségre van arra, hogy bárhol dolgozz. Tényleg van egy notebookod, de most is például egy telefonról van ez a felvétel, ugye van egy ilyen DJI Osmo rész, ami kihúzható, akár magasabbra is tudnám tenni, és tökéletesen látom, hogy az Eriket egyszerű Apple-s izével, jó mikrofonnal működik, itt van előtte a gép, és innen meglátom azt, amiről kell mai nap ugyebár beszélnünk, és tökéletesen lehet, és itt is ebbe a hostelben vagyok, és itt is lehet dolgozni, néha itt kutyák vannak, ugatnak is néha van ilyen kis énekeltek is, minden, szóval de van wifi, működik szinte tökéletesen, de el tudsz menni kávézóba is, vagy bárhonnan tudsz lényegében dolgozni, összerakod magadnak egy setupot, amit tényleg nem sok pénzből össze tudsz állítani, egy ilyen laptop tartó, egy külön billentyűzet, egy egér, aztán ennyi. És meg kell egy mikrofon, ugye az is van egy külön mikrofonon, de most ezt használom, és ennyi. Szóval, hogy megvan szépen csinálva, és nincs probléma, és egy hátizsákon is jöttem ki 7 hónapra, és be lehet pakolni. Bele van minden, és van mosatva a ruha, minden héten egyszer van mosatva, 5-10 eurót teszik, hova mész, és ennyi. Szóval, hogy ezt bele kell kalkulálni, de kimossák, megszállítsák neked, nincs vele probléma, csak fel kell öltözni. Úgyhogy érdekes Persze. a dolog, hogy mennyi mindenre változott így a világ, hogy ezt meg lehet csinálni, meg lehetett 5 éve is csinálni, de most is meg lehet, és érdemes ilyen rendezvényekre is elmenni, vagy ezért is fontos ilyen hostelekbe is lenni, mert a hostelek, és mondtam Erik még a podcast előtt, hogy ugyebár rengeteg, például a Galway-ba is megyek, rengeteg ilyen túrákot szerveznek, be lehet menni este ilyen kárjás sörözésre, vagy kimenni, néztem, van ott TEDx, ugye, hogy ott tudsz TEDx-re menni, van Toastmasters, ingyenes Toastmasters, tudsz oda elmenni, szóval rengeteg ilyenek vannak, és mindig jönnek újabb és újabb emberek. Például itt most megismertem egy nőt Amerikából, San Diego-ból van, ő például, nem tudom, 40-valahány éves lehet, és ő például tolókocsival egyedül jött ki ide.
egyedül tolókocsis, egyedül, úgyhogy van bankója is, meg tolókocsia is, és egyedül kijött, és itt van, már fel akarta perezni. Szóval, hogy hihetetlen a lehetőség, és bárki számára itt van, és azt valaki nem teszi meg, azt csak vagy nem akarja, mert nem is áll szüksége, mert ilyen is van, de valaki meg csak kifogásként, hogy akkor még a opció, de mindig van erre lehetőség, csak ezt akartam ebből kihozni, hogy ha van, olyan bizniszed van például, akkor érdemes kimenni külföldre, nagyon sok embert meg lehet ismerni, és mindenképpen hosszákat javaslom, szóval ilyen apartman, meg ilyen hotelek, meg ilyenek, mert azok kényelmesek, de ott nem fogsz nagyon úgy embereket megismerni, ilyen hosszterekben Igen. mindig kell kapcsolatokat építeni. Beszéljünk akkor, Erik. Igen? Az meg, hogy ember magára van ítélve, és akkor azáltal feltalálod magad, bárhol vagy. Ez a legjobb utazásban. Igen, rengeteg van, és nincs, nem vagy az, hogy valahol hova kötve, hogy oké, megvan előre, nekem is tervezem, mert sokkal jobb, hogyha előre le van foglalva, vagy egy-két hónap előre, de tudom, hogy hova megyek, mikor megyek, és akár most is változtatni, igen. Most is úgy volt, hogy más helyre megyek, most aztán mégis Galvéba megyek, akkor lehet változtatni, és rengeteg embert meg persze. lehet így ismerni, akár bárhol az utcán is. Meglátod azt, hogy azok emberek hogyan gondolkodnak, hogy az is fontos, hogy nem mindig ugyanazokat embereket láss, vagy azokkal beszélj, hanem látod azt, hogy mondjuk rá máshol hogyan gondolkodnak, hogyan állnak az élethez, hogyan élik az életüket, és az is egyfajta tapasztalatszerzés. Ugyebár nagyon sok szakma is átalakult, de Igen. erről beszéljék egy kicsit, te, hogy te ezt hogy látod, hogy hogyan alakulnak át a szakmák a mai világban. Hát biztos most már főként azok a szakmák lesznek előtérbe helyezve, illetve akik azokat a szakmákat végzik, most ezt lehet szakmának nevezni, lehet olyannak, hogy saját maga megtanulja ember, és aztán azt kamatoztatja. Például most egy ilyen példát hozzak, hogy lassan már az többet tud keresni, aki mondjuk rá nagyon profin vág egy TikTok vagy egy short videót, akár YouTube, akár Instagramra, és most már a mai helyzetben azt jobban megfizetik, mint olyan valakit, akinek mondjuk rá van több éves tapasztalata, és mindig ugyanazokat a munkákat végzi, és nem fejleszti magát, nem tanul új szakmát, idézelben, mert most már tényleg ott van a YouTube, ingyenes elérhetőek a videók, vannak különböző kurzusok, amit nagyon jó áron meg is lehet venni, meg is lehet tanulni, amik benne vannak, és tényleg, ha ilyen szakmát valaki jól megtanul, hogy akár videóvágás, akár blogcikk írása, akár Instagram posztoknak a összerakása, vagy mondok például most már AI-ja is a mesterséges intelligenciával is ki lehet egy szép szolgáltatást építeni, ha tényleg ember kreatív és találékony, lassan már ezek a szakmák fognak így előtérbe helyeződve lenni, ilyen cégek, vagy nevezik ügynökségeknek, és tényleg ezek fogják úgymond a piacot uralni, miközben biztos, hogy lesznek olyan szakmák is, amiket nem lehet még egy 10-20 vagy akár 30 éven belül sem helyettesíteni, de ha most megnézik, akkor nagyon sok ilyen cég most már előtérben van, akik ilyen, hogy social médiának, vagy social hálózatoknak a posztjaival foglalkozik, vagy weboldalfejlesztés, webshop összerakása, vagy webshopnak optimalizálás, ezek már mind olyanok, hogy ezt már jobban megfizetik, mint egy olyan szakmát, ami mondjuk rá régebb óta van, és mindig ugyanazokat végzi el. Igen, szóval itt, ha már szóba esett a Instagram, a Facebook, meg a YouTube, vagy akár így a TikTok, ugye most inkább a két formát emelném ki, a TikTokot meg a Instagramot, ugye sok esetben itt a rövid videók az, amik uralják a platformot, és az a lényeg az egésznek, hogy a embernek a mostan a figyelme, ugye most már minden viszi el a figyelmünket idézőjelben, és az nagyon fontos, hogy olyan videók kell egy cégnek, vagy akár egy ügynökségnek, vagy akár egy személyiségnek, aki a saját brandjét úgymond idézelben árulja, legyen az akár egy kurzus, vagy akár egy oktató videók formájában. Fontos, hogy úgymond megosztó legyen, vagy olyan, hogy a szem rajta maradjon, és érdekeljen téged. Ugye most hozhatjuk példának a Jordan Petersont, ő is egy megosztó személyiség, több könyvet is írt, és Valaki főként a szereti, mai valaki nem, ugye? igen, szóval a mai trendek, amik vannak, ebbe most külön nem fog belemenni, de azoknak nagyon ellentmond, és lényegében azért is egy megosztó személyiség. Több ilyen műsorba is hívták meg, hogy ugye ezt a maszkulin erőt, amit a Andrew Tate is úgymond idézelben hirdet, vagy amit ő képvisel, ez is egy olyan dolog, hogy sok embert ezt megosztja, vagy sok ember ezt elítéli, de valakinek lényegében, valaki pedig egyetért ő vele. És lényegében, ha veszünk egy céget, mondjuk rá itt van Alza, ugye Alzának is az a manója, az a, amivel úgymond feljöttek, vagy amivel ismerté váltok, az is egy megosztó. Valaki szereti, valaki idegesítőnek tartja, valaki pedig meglátja, és egyből kikapcsolja a YouTube-ot, vagy ahol épp felugrott az a manó, és énekel.
de ha belegondolunk abba, hogy elektronika vagy valamit én akarok venni, akár a számítógépemhez, akár a telefont, vagy telefonhoz kiegészítő, akkor tudjuk azt, hogy kihez forduljunk azához, mert lényegében annyira a fejünkbe belement az a manó, vagy az egész cégnek, amit ő hirdet, hogy egyből, amikor arra gondolunk, akkor egyből arra az oldalra megyünk fel, és onnan rendeljük meg. Szóval érdekes mód, hogyha elektronika, legalábbis én nálam az ugrik be. Ugye itt van még a NAJ, helyileg itt is van NAJ Dunaszerdahelyen, de inkább az ugrik be nekem, épp ezért, mert ők mindig ott vannak. Bárhova megyek, bármi videót megnyitok, vagy bármilyen olyan oldalra rámegyek, vagy akár e-mailben, mindig az a mondó ugrik fel nekem, és ott vannak egyszerűen a fejemben. Igen, és Szóval ez olyan is egy érdekes fiatalosabb, dolog. tényleg ilyen lendületesebb, Abszolút. hogyha ha Igen. megnézed. Mert egy nája az főleg inkább idősebbeket célozza, Igen. például akik ők nem értenek semmit a technikához, és akkor bemegy, rengeteg boltja van, ugye, bemegy, és akkor ő kiválasztja, amit akar, és aztán ő segít nekik valamiben, tudod. Főleg az a 45 pluszos generáció célozza, az meg oké, célozza nagyobb idősebbeket is, de főleg a fiatalabbakat, akik tényleg ott vannak, akik tudják, hogy mit akarnak venni, és akkor mivel ők is olyan túl szeretnek menni, akik ilyen fiatalosabb, akik hasonló Igen. stílus képviselnek. Megnézed, a NAI az jó hely, jó cég, meg minden, de nincs mögötte igazán semmi. Szóval, hogy nincs egy mögötte egy olyan, amiért azt mondom, hogy ott akarok vásárolni. Oké, okay, jó árban Igen. vannak, tényleg jó meg van csinálni, érhető, szépen meg van csinálni a webshop, meg minden, jó a hely, legtöbb esetben kedvesek elárusítók, pár szó tapasztalatlanok nem voltak, de legtöbb esetben igen, de hogy ott lényegében nincs olyan miért, hogy miért ott vagyok. Hát pont ott járok, akkor éppen az, de nincs ott miért. Egy alzába bemész, egy olyan, hogy bemész akár a Pozsonba, ugye, a Igen. központba, ott tudsz nézegetni, ott van egy olyan, hogy nájba is tudsz nézegetni, de ott teljesen más feeling az alzába. Kiemelik az Apple terméket, meg mindent megtalálsz ott, amit akarsz, Igen. külön gamer székek vannak, ki tudsz próbálni, meg akár játszani tudsz ott, meg minden. Nájba ilyen nincsen, tudod, és ott ilyen, tudod, ők úgy vannak, hogy úgy sem mennek be, vannak, akik abba beleülnének, vagy kipróbálnak, meg minden, és teljesen más a mentalitások. És az, meg rengeteg erre az online, ugye, náj meg a legtöbbet mind offline adja. Pontosan, pontosan. Most már veszem észre, a Najnak is van ilyen manója, aki múltkor ilyen mosógébe bújt bele. Látom, hogy ők is már felé mennek, hogy legyen egy ilyen emberke, vagy ami így embereket megfogja, de szerintem, ha te is mondod, hogy ők teljesen más célpiacot céloznak meg, miközben az a pedig inkább a fiatalabbakat. Mert tudják azt, hogy a fiatalabbak inkább akkor ők oda fognak menni, tudják, hogy a fiatalabbak inkább Apple termékeket választják, és múltkor is voltam, és iPhone 15 Pro az akkora nagy billboardon volt ott kirakva, Samsung az meg ott volt a sarokban, ki se volt világítva. Mindenki is. Mindenki Apple-nél volt, és azt nézte. Persze a Samsungnak is jöttek ki új telefonok, de ott nem volt annyi ember, Hát mint nincs az mögötte Apple-nél. hype, semmi, Szóval meg tudod az olyan, hogy hát teljesen kijött más. S23, most majd kijön az S24, aztán ennyi, most megveszünk, aki jó telefonok adja, de Apple a lifestyle-t adja az egész, mögötte Igen. a Samsung az még telefont ad el, szóval teljesen Igen, más a igen. kettő. Hogy megosztó legyen az a dolog. Most ennek példának például felhozom, amikor a Elon Musk a Cybertruckot hozta fel, hogy akkor ki fog jönni a piacra, és mondta, hogy teljesen a üveg, hogy nem tud betörni. Erre betörte, és minden cikk erről épp meg mémek voltak. De ő ezt tudatosan csinálta, Persze. és ezáltal, hogy ez betörött az a betörhetetlen üveg, így is róla beszéltek, és a negatív reklám is reklám volt neki. Szóval ez is egy érdekes Persze. dolog, hogyha aki tudatosan csinálja ezt, és úgymond felkapja akár így a Instagram, mert most már azt is lehet venni, hogyha vannak ezek a mém oldalak, és felkap valami olyat, az is úgymond nagy hype-ot tud menni. Ugye amikor volt a Shiba Inu, a Coin, azt is egy mém oldal felkapta, és mekkorát pörgött. Igen. Igen, Ugye az mindenki is egy azt megosztó vette. dolog volt. Igen, meg én is beszálltam annó. Te Még is. én is. Igen, igen, úgyhogy igen, érdekes, érdekes egy dolog, hogy hogy tudnak, és te ez egyik persze másikra, és tényleg valahol hallgattam egy podcastban most, hogy például, hogy régebben mennyit ért az, hogy voltak valakinek egy, mennyit ér az, hogyha például neked már van 15 millió úgymond ilyen. Ja, igen, most olvastam egy könyvben, most olvastam egy könyvet, a Seth Godin-nak a könyvét, és a Tribe-ot, és így spoilerként majd a következő videókban, aztán az ott például mondta, hogy mennyire fontos az is, hogy a régebben például, hogyha volt, nem tudom,
lenne 15 millió követőd, ugye, aki tényleg követtek téged, akik tényleg úgymond minden termékedet megveszik, az például Donald Trumpnak van több, mint 15 millió, akkor ilyen esetben már Igen. te indulhatnál az elnök választáson, már ők akkora hype-ot generálnak mögötte annyira, ugyebár szólnak nekik az ismerőseiknek, mindenki arról fog beszélni, hogy ők azzal már képes lenni akár bármit megnyerni. Hogyha neked már van, nem tudom, 100 000 követőd, aki tényleg követ téged, akkor abban már nagyon komoly eredményeket el tudsz élni, és fel volt egy épít, hogy ha van már egy követéd, vagy 10 követőd, és akkor így szépen ki volt ott írva, de főleg ez volt benne, hogyha már akár 15 millió követőnél tényleg követnek, azok már ott már akár elnök választáson is tudná indulni, mert már arra is lenne bőven-bőven esélyed, mert akkor annyira fanatikusak, annyira fanatikusan tisztelnek téged, követnek, hogy ott már bármi tud történni, Igen. úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyire fontos ez. És tényleg, hogy ma valaki csinál egy videót manapság, ma akár valakit megnézi, nem tudom, 1 millió ember, vagy 2 millió, az már azért régen Igen. ilyen nem volt, hogy csinálta egy videót 90-es években, aztán megnézte, eljutott egy videóval, nem tudom, 2 millió emberhez. Ott nagyon-nagyon nehéz volt, ma csak tévén tudtál, most meg tényleg bárkiből lehet sztár. Pontosan, főleg, Vagy... hogyha egy hype-ot elkap, akár egy, most veszik a zenészeket, kicsit off topic, de lényegben ott is látni azt, hogyha TikTokon vagy részen felkapnak csak egy részt a te számodból, és beteszik összes többi videó alá, akkor azzal is te felkapott tudsz lenni. Így van, csak azzal Aztán egy az már dologgal. rajtad áll, hogy azt a hype-ot hogyan kezeled mellett, hogy aztán csak egy számod van, és egy fél évig el vagy belőle, és aztán utána kiégsz, vagy aztán ezt tudatosan építed, és aztán sikeres tudsz lenni. Szóval ez aztán az adott személyen múlik, hogy ezt mennyire tudja kezelni, de ez mindenkinek egyéni. Igen, és még hoztál végére egy jó példát pedig a Zsiletről, hogy azt még Igen. mondják kérlek, hogy mennyire érdekes, hogy ők is mennyit fejlesztettek a trend irányába. Igen, ugye most a trend a szakáll, meg hogy mindenki a szakállt igazítja, akár így a barberek, hogy az is egyre nagyobb trend lett. Még emlékszem még egy 6 évvel ezelőtt azt, hogy barberhez mész az, mintha nem tudom, Louis Vuittonba menné be, és vennél egy cipőt, vagy egy kabátot, olyan nagy dolognak számított. Most már minden sarkon barbershop van. De rátérve arra, hogy múltkor nekem a YouTube feldobott egy ilyet, hogy most már a Gillette már nem csak pengéket gyárt, meg borotva habot, és nem azt reklámozza, hogy sima arc, és hogy az a tuti, hanem most már szakáll nyírógépeket is gyártott, és nyilván azt reklámozza, hogy igazítsd a szakálladat. Szóval ez is teljesen más, hogy a Gillette lényegében hogyan megváltoztatta a célpiacát, illetve azt, hogy felismerte azt, hogy mi a trend, és ezzel átalakította az egész marketingjét is, és most már éppen azokat is megcélozza, akiknek szakálla van, mert tudják, hogy most azok vannak nagyobb többségben. És azok is akkor úgymond olyan ügyfelek tudnak nekik lenni, akik úgymond meg fogják venni azt a gépet. Ugye gondolom a gépekhez különböző tisztítószereket is fognak árulni, gépbe is ugyanúgy a pengét cserélni, hogy úgymond azokat a fejeket, gondolom azt is fognak majd upsell-be árulni, szóval szépen így kiépítették, és ez is milyen érdekes, hogy így felismerték, és nyitottak voltak kilépni a komfortzónájukból, és ezáltal szerintem tökre jó terméket hoztak így létre. Igen, és régebben meg mi volt az, hogy mindenki úgymond meg kell borotválkozni, és akkor Igen. az természetesnek, hogy tényleg tiszta arc. Érdekes, hogy tényleg, hogy mennyire változik, és tényleg azt mondom, hogy valakinek szokállamattól nagyon szépen lehet egészségesen Igen. ápoltan tartani, és sokszor az, akinek jól állnak, nagyon is, amit mondta neked is, nagyon jól áll, ugye, hogy ebben az esetben sokkal jobb, mint hogyha most szakáll nélkül lenni, akkor lehet egy 6 évvel Igen. fiatalnak néznék ki, érted így meg. Lehet. Így meg már kinézi lassan 50-nek, csak viccelek. Lassan húzok öt, De merre tényleg amúgy nagyon érdekes, meg ez is például én is, hogy ugye régen nagyobb hajam volt, és akkor ott is például ilyen fiatalabbnak néztem ki. És amikor leborotválkoztam, azóta meg, mármint úgyhogy ilyen kisebbett a hajam, az meg azt mindenki megkérdem, hány évesek, azt mondják, hogy ilyen 33 éves, pedig csak 27. Érdekes, úgy, mint ez is, hogy a rövidebb haj is úgy mondok, azt mondják, hogy amikor valaki már idősebb, akkor jobban áll neki sokkal kinek mikor, de jobban áll neki a rövidebb haj, vagy a kopasság. És itt az úgymond az ilyen idősít, de nem azt jelenti, hogy csak a kigépni gondol rólad, az nem baj, hanem itt az a lényeg, hogy attól még testben, lélekben fiatal vagy. Nekem Idősebbnek nézők ki tőle? hát jobban érzem, szóval nekem is volt egy pár olyan alkalom, hogy nem akarták elhinni, hogy annyi éves vagyok, amennyi. Meg kellett mutatnom a személyt, főleg amikor még ilyen 19-20 voltam, és sok esetben volt ilyen, hogy diszkóba, hogy mennyi éves vagy, mondom, 19. Ha nem hiszik el. De mondom, de annyi vagyok, hogy megmutassam a személyemet, hogy mutasd meg. Utána rájöttek, hogy tényleg annyi vagyok, mert idősített engem a szakáll. Igen.
Igen. Érdekes. Érdekes. Szóval előnyömre van. Igen. Jó, inkább úgy, hogy egy plusz dolog. Ez volt itt a 61. podcast adás, úgyhogy kiveséztük ezt a témát, de érdemes venni mindenképpen a trenddel. Szóval, ha leszűröd bele az, hogy érdemes elindítani YouTube csatornát, érdemes TikTok csatornát elindítani, hogy haladj a trenddel. Ha még nincs weboldal, akkor mindenképpen az első, hogy megcsinál, e-mail címen, egy Gmail-re végződjön, hanem szánd rá azt a fél órát, meg azt a nem tudom, 10 eurót, ami vesz egy domain címet, meg bekötött például. Itt érdemes a GoDaddy-n keresztül megvenni, nem egy mindenféle érdekes szolgáltatókon keresztül, mert akkor még baszakodsz fel egy napot, amíg elfogadja, hanem GoDaddy-n meg két kattintásról megvan. Ez egy extra tip, csak tapasztalatból mondom, úgyhogy meg tudod így egyszerűen csinálni, és működik a dolog, és nincs belőle probléma. Úgyhogy ez mind ezen múlik. Én azt mondom nektek, hogy csináljátok tényleg a TikTok csatorna, egy nagyon jól működő dolog, én is most tavaly decemberben indítottam, azóta most már lassan 9000 követőben is, és vannak a videóról, Erik is mondott, hogy tényleg amit nagyon fel tud kapni a TikTok, mert érdekli az embereket, szóval meg kell találni azokat a témákat, azon a területen, amikor te vagy. Találkozunk a legközelebb, legyen az a WC, Igen. találkozunk a következő podcast adásba, legyen sikeres hetetek, és örülök, hogy itt voltál, köszönöm, Erik, hogy itt voltál, és Én is beszélünk. köszönöm. Legközelebb találkozunk. Beszélünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!